T-54-es harckocsi a pécsi főtéren. Elkezdődött az 56-os forradalom évfordulójának ünneplése. Koszorúzást tartott a PT az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. 9 egyesület, 57 versenyző, 21. alkalommal rendezik meg a Boccia UB-t Pécsett. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják október 21-én pénteken. Tartsanak velünk! Méltó módon ünnepli Pécs a forradalom 60. évfordulóját, hiszen egésznapos családi programokkal várják a pécsieket városszerte, mondta Csizi Péter országgyűlési képviselő pénteken. A mecseki láthatatlanok harcára is emlékezik a város, a Széchenyi téren november 7-éig látható tankkal. Egy ugyanilyen harci járművet a mecseki láthatatlanok tettek harcképtelenné a mecsekben még 1956-ban. Ez a működőképes, de harcképtelen tank érkezett Pécs főterére az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megünneplése alkalmából. A tank országszerte a kommunista diktatúra és az elnyomás jelképe, azonban Pécsen a győzelem szimbóluma volt mindig is, mondta Csizi Péter országgyűlési képviselő a T-54-es restaurált harckocsi előtt. A mecseki láthatatlanok, akik egyébként a forradalom során a leghosszabb ideig küzdöttek, november 22. A mecseki láthatatlanok ilyen tankokat állítottak meg, sőt, volt egy olyan tank, amit egyébként maguk a saját eszközeikkel és hősiességükkel ki is tudtak lőni. Mi azért kértük és azért gondoltuk, hogy az 56-os forradalom 60. évfordulójának teljes megemlékezés sorozatára, tehát mától egészen november 7-éig itt kell, hogy álljon egy T-54-es tank, hogy ezzel gyakorlatilag a mecseki láthatatlanokra, a pécsi szabadságharcosokra, munkásokra, bányászokra és egyetemi hallgatókra is emlékezzünk, hogy érezzük át, hogy milyen is az, amikor a világ egyik legnagyobb hatalmának, hadseregével és eszközeivel a saját otthonunkba és a saját városunkba állunk szembe, és hogy milyen az, amikor a félelmet le lehet győzni hazaszeretettel és bátorsággal. Ennek szellemében rendezik meg az ünnepséget, az interaktivitásra helyezve a hangsúlyt, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Családi programokkal és színházi elemekkel illusztrált komoly zenei műsorral emlékeznek az 1956-os forradalomra október 23-án vasárnap. Itt a Széchenyi téren kórhű autókat, kórhű ruhákat próbálhatnak fel és próbálhatnak ki az ide látogató családok. Lesznek természetesen megemlékezések, lesznek régi híradó részletek, és talán ami a legfontosabb, hogy meghallgathatjuk a pécsi 56-os hősöket, akik jó Istennek hála még a mai napig is itt vannak közöttük. Az ünneplők csatlakozhatnak a zászlós felvonuláshoz. A menet fúvózenekari kísérettel indul 16:45-kor a Király utcán át a 48-as térre, ahol 17:30-kor a koszorúzással egybekötött megemlékezésen dr. Debreceni László az 56-os Diákparlament Társaság elnöke mond beszédet. A napot a Kodály Központban zajló 1956-os emlékünnepség zárja. 18:30-tól a Pannonfilharmonikusok, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. És a Pécsi Nemzeti Színház közös rendezésében. Vendégünk a stúdióban Pécs országgyűlési képviselője, Csizi Péter. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Hát nagy nap a mai bizonyos értelemben, hiszen egy tank érkezett a város főterére, egy T-54-es, miért éppen tank? Mert hát sokan kérdezik, hogy hát ez mégiscsak a szovjetek harci eszköze, járműve volt, és hát hogy jön ez a 56-hoz, nem valami mást kéne kitenni? Ez a tank, vagy legalábbis hát ennek egy testvére már érkezett Pécsre, erről fotóink is vannak. 1956. novemberében a szovjet csapatok részeként, hadserege részeként a Széchenyi teret már ellepték sajnos T-54-esek. És amikor úgy döntöttünk, hogy a mostani 60. évfordulót méltóképpen és divatosan szólva interaktív módon szeretnénk megünnepelni, erre majd külön kitérek, akkor a régi kórhű képeket vettük elő, és sajnos sok olyan képpel rendelkezünk a helytörténetben és historikában, ami azt mutatja, hogy ilyen tankok már álltak 56-ban.
Pécset a Széchenyi téren. És tény és való, ahogy ön is mondta, a T-54-es tank az a szovjet elnyomást szimbolizálja, és mi magyarok az elrettentés egyik eszközeként kódoljuk be magunkba, amikor egy ilyen tankot látunk. De ha egy kicsit megfordítjuk, és az 56-os forradalmat pécsi szempontból nézzük, akkor azért azt mondhatjuk, hogy nekünk a T-54-es tank az inkább a hősiesség szimbóluma, hiszen az 56-os forradalom legtovább a városunkba tartott november 22-éig, amikor is még a mecseki láthatatlanoknak dokumentumok szerint rögzítve még fegyver volt a kezükben. És a mecseki láthatatlanok, akik ugye pécsi munkások, bányászok, orvostan hallgatók csapata volt, ilyen és ehhez hasonló tankokat és harckocsikat ártalmatlanítottak. Szintén korabeli dokumentumokból arra is tudunk következtetni, hogy egy ilyen T-54-es tankot teljesen harcképtelenné tudtak tenni. Tehát amikor a 60. évfordulóra készültünk, és hát átéltük és végignéztük a mecseki láthatatlanok hőstetteit, akkor arra gondoltunk, hogy jó lenne, hogyha erről nem csak beszélnénk, és a képzeletünkben valahogy előhoznánk, hogy milyen egy tankot hatástalanítani, hanem ezt nézzük meg mindannyian, pécsiek, álljunk oda a tank mellé. Ez egy eredeti tank, ez nem egy replika, annyi, hogy természetesen hatástalanítva vannak a fegyverei és a tüzérségi eszközei, de önmagában egy álló tank mellé is beállni egy félelmetes érzést kelt a 21. században. Hát képzeljünk el, hogy 56 ősei mit éltek meg, amikor ebben a tankon éles fegyverek voltak, ebben szovjet katonák voltak, és gyakorlatilag harc zajlott a demokráciáért és a szabadságért, azért a demokrácia és szabadságért, ami nekünk ma már természetes. Tehát, ahogy említettem, hogy az interaktivitásra törekszünk, az a célunk, hogy a mai kor embere, aki már mindent megkapott és mindennel élhet, amiért 56-ban emberek életüket vagy legalábbis szabadságukat áldozták, hogy érezze egy kicsit át, hogy milyen lehetett akkor küzdeni, és milyen erővel kellett szembeszállni, ami erőt nemes egyszerűséggel mondhatjuk, hogy az akkori kor világának legerősebb hadserege volt. Így van, és hát a pécsi hősök, a mecseki láthatatlanok most éppen egy képregényben is főszerepet kaptak, ez is az 56-hoz kötődő egyik kiadvány. Aztán lesz itt még más program is Pécset, méltóképpen ünnepli a város a 60. évfordulót. Azt gondolom, hogy jó lehet látni, hogy azért a célcsoport a gyermekek és a fiatalok, hiszen az idősebbek éltek az 56 utáni Magyarországban. Rokonoktól, ismerősöktől pontos és konkrét képet kaptak, hogy mi történt valójában 1956-ban, nem csak Budapesten, hanem Pécsett is, amire különösen büszkék lehetünk. De a mai fiataloknak és a mai kor gyermekeknek azért ezt már át kell adni. És keressük azokat az eszközöket, mint amilyen mondjuk egy képregény is, amivel a mai kor gyermekének tudjuk a valós történelmet a lehető legkönnyebben és legérdekesebben bemutatni. Ezért vasárnap egy kicsit át fog alakulni a Széchenyi tér, reggel 10 és délután 5 óra között korabeli ruhában, korabeli autókon lehet majd a kor hangulatát megidéző módon részesévé válni a történelemnek. Lesznek majd filmhíradók, lesznek majd haditechnikai eszközöknek a bemutatói is, de talán ami a legfontosabb, és amire különösen felhívnám a figyelmet, hogy ma még közöttünk lévő egykori pécsi 56-os hősökkel is lehet beszélgetni a Széchenyi téren 10 és 5 óra között, úgyhogy 3:30-kor kezdődik majd a hivatalos megemlékezés, amiben szintén csempésztünk vele látványelemeket, mert hisszük azt, hogy a mai kor eszközeivel és interaktivitásával kell minél jobban átadni,
hogy mi zajlott 60 évvel ezelőtt Magyarországon és benne városunkban. Így van, és hát főleg úgy, hogy talán ma reggel, vagy tegnap reggel, nem is tudom, a rádióban pont azt hallgattam, hogy a gyerekek mit tanulnak történelem órán 56-ról, és hát elég kevés óraszámban tanítják még ma is az 56-os eseményeket. Ebben lenne jó változást elérni, és hát egy ilyen alkalom, egy ilyen ünnepség erre lehetőséget ad. És hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és akkor ünnepeljünk együtt vasárnap. Köszönjük szépen, mindenkit sok szeretettel várunk a városi programokon. Köszönjük szépen. Köszönjük. Pécset harcoltak a leghosszabb ideig az elnyomó kommunista diktatúra ellen, mondta Őri László alpolgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitóján. A 60 esztendővel ezelőtti forradalom a hősiesség és a hazaszeretet szimbóluma, hangsúlyozta. A pécsiekben él 56 emléke, ma is sokan féltve őrzik a 60 évvel ezelőtti rendkívüli események tárgyi emlékeit, dokumentumait, mondta Őri László. Az alpolgármester végül köszönetet mondott a pécsieknek a megőrzött relikviáért, és hogy a Janus Pannonius Múzeum rendelkezésére bocsájtották. Ezzel a jubileumi kiállítással Pécs méltó módon emlékezik hőseire. Pécsett október 23-án az ünnep miatt a Janus Pannonius Múzeum állandó és időszaki tárlatainak nyitva tartása változik. A Csontvári, a Vazarell és a Zsolnai kiállítás, valamint a Mecseki Bányászati Múzeum megtekinthető 10 és 16 óra között. Szintén nyitva tart a Várostörténeti Múzeum Magyar Forradalom 1956 című időszaki tárlata 10 és 16 óra között. A Janus Pannonius Múzeum összes többi állandó és időszakos kiállítása október 23-án nem látogatható. A Pécsi Tudományegyetem is megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Központi koszorúzási ünnepséget tartottak. Az egyetem vezetői, hallgatói önkormányzatok képviselői és diákok rótták le kegyeletüket az intézmény emléktáblája előtt. Máté Zsolt, a PTE hallgatójának az 1956-os Magyarok útja Grácsba című interjú részleteket tartalmazó kötetét is bemutatták. Az ünnepi műsorban többek között a Janus Egyetemi Színház tagjai is felléptek. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Debreczeni László, az 1956-os forradalmi diákparlament elnöke, nyugdíjas tiszti főorvos. A vesztes háború romjain éledező Magyarország reményeit 1948-49-ben egy idegen eszmeiségű, embertelen diktatúra törte le. Szétzúzták a demokratikus pártokat, a munkáshatalom leple alatt valóságos új feudális uralkodó kaszt jött létre, a kommunista párt államvallássá, egyházzá mitizálta magát. A politikai rendőrség, az AVH élet és halál ura volt. Mindenhez társultak az idegen katonai megszállás gyötrelmei és a függetlenségére történelmi okokból olyannyira érzékeny nemzet önérzetének folyamatos megtiprása. Bőven elég gyúanyag egy forradalmi robbanáshoz. Minden pécsi szurkoló győzelmet és az ezzel járó 3 pont megszerzését várja a hétvégén Márton Gábor labdarúgó csapatától, amely október 22-én 14 óra 30 perckor az MB3 középcsoport 12. fordulójában látja vendégül az idegenben még nyeretlen Mórahalom VSE együttesét. A bajnoki mérkőzésre ezúttal is csak az északi ülő, illetve a keleti B közép szektort nyitják meg a szurkolóknak. Kapunyítás 13:30-kor. A belépőjegyek ára egységesen 500 forint 14 év alatt, illetve 65 év felett pedig ingyenesen tekinthető meg a találkozó. 9 egyesület 57 versenyzője nevezett a 21. Boccia országos bajnokságra. A versenyszámokat 3 nemzetközi és 2 hazai kategóriában bonyolítják le a szervezők a Gandhi gimnáziumban. A fogyatékkal élő sportolók számára a sport sokkal többet jelent a testmozgásnál. Terápiás eszközök, amelyek az idegrendszeri és mentális fejlődésükre is kihat.
A bocsasporták gyökereit a francia petang játékban kell keresni. 1988-ban, az első paralimpia évében látogatott hazánkba a Központi Idegrendszeri Sérültek Nemzetközi Sport és Rekreációs Szövetsége részéről Colin Rains, aki a Sportolj velünk keretében bemutatta a nemzetközi szabályokat és egy nemzetközi bocsakészletet ajándékozott. Azóta töretlen a sporták hazai fejlődése. Hétvégén 21. alkalommal rendezik meg az országos bajnokságot. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság is készül a következő 4 éves ciklusra, ugye most Rióban lezárult az előző, 2020-ban Tokióban lesz a paralimpia, erre készül a Nemzetközi Bocsaszövetség is, ehhez alakítjuk mi a magyarországi bocsának a fejlődési pályáját, és ennek az első lépése lesz a 21. országos bajnokság, ahol 9 egyesület 57 versenyzője nevezett. Az országos bajnokságon városunkat a lendületesen sportolói képviselik. A bocsasportákhoz nem fizikai erő kell, hanem nagyfokú koncentrációra van szükség. Minden egyes labdára koncentrálni, tehát hogy dobom el a labdát, előtte levegőt veszek, átgondolom az egészet, hogy mégis mit szeretnék csinálni. A sport nem csak testmozgást jelent a fogyatékkal élő sportolók számára, hiszen idegrendszeri és mentális fejlődésükre is kihat. Ez egy új sportág, amiben más képességeiket fejleszthetik, sikerélményhez juthatnak, a koncentrációjuk, az önuralmuk, a szemkész koordinációjuk fejlődhet, és egy nagyszerű játék lehetőség, amit ők párban játszanak, tehát 4 gyerek játszik egyszerre. Nagyon élvezik. A megnyitó szombaton délelőtt 4:10-kor lesz a Gandhi sportcsarnokban, melyre elfogadta a meghívást többek között Csizi Péter országgyűlési képviselő, Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Konkoly Zsófia paralimpiai bronzérmes pécsi úszó. A hivatalos megnyitó után 10 és 19 óra között lesznek az egyéni selejtező mérkőzések, 4 nemzetközi és 2 hazai kategóriában, majd vasárnap 9 és 14 óra 30 perc között a hely osztókat rendezik. Félmillió forint értékben próbált javítás alatt álló tableteket, telefonokat és játékkonzolt lopni október 20-án éjjel 1 óra körül egy 17 éves férfi Pécsett az Ércbányász utcában. Az autófeltörést a tulajdonos észlelte, aki járművéhez sietve tetten érte az elkövetőt, majd értesítette a rendőrséget. A fiatalkorú gyanúsított kihallgatásán a gépkocsi feltörést elismerte, ellene eljárás indult. Kérdezünk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. T-54-es harckocsi a pécsi főtéren. Elkezdődött az 56-os forradalom évfordulójának ünneplése. Koszorúzást tartott a PT az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. 9 egyesület, 57 versenyző, 21. alkalommal rendezik meg a Boccia UB-t Pécsett. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!